Na, azért megmutatom a konyhát. Az, hogy én őrülten gurmé vagyok, tehát, hogy én nekem van egy chef diplomám. Ezt kevesen tudják, de én a MasterChef után elvégeztem egy egyéves chef képző tanfolyamot, egy nemzetközi iskolát, és én ültem olyan mellett, aki már nagyon jó főzött, úgyhogy én nagyon szeretek főzni, úgyhogy itt van mindenféle nagy titok. Itt vannak olyan olajok, olyan elképesztő hozzávalók, amit majd egyszer, ha lesz normális konyhám, akkor még jobban kihasználok. Tehát itt minden van. Tehát, hogy itt tulajdonképpen én össze tudok ütni akármit is, hihetetlen fűszer mennyiséggel rendelkezek, és eljön majd ennek is az ideje, de egyébként már én itt nagyon szépen tudok működni. Ő Ulmus. Ő 50 éves, ő egy bonsai, aki alig várta, hogy hozzánk jöjjön, mert látta rajtunk, hogy mennyire amatőrök vagyunk, és 50 év alatt sikerült neki körülbelül eddig megnője, és ezt a 30-et, ezt, mióta nálunk van 2 hete, azóta ment neki, ezt a barátom kapta tőlünk. 50 éves, és az a nagy terv, hogy amikor beköltözünk a végleges házikónkba, akkor szabadon ne engedjük. Mert hogy 50 évig nyomorgott, be volt szorítva ebbe, nem tudott nőni, visszavágták a szárnyait, és szimbolikusan, mint én, 50 év után kiereszti a szárnyait, és gyökeret ver valahol. Érted? Érted? Ulmus, meg én ezt Ulmus mondta nekem, hogy ezt csináljuk.